Természetesen a portré nagyított másolata kerül föl arra a falra, ahol az elmúlt évek, évtizedek polgármestereinek fotói láthatóak. Draskóci Sámuel portréja elfoglalta helyét a 19. századi polgármesterek arcképének sorában. Draskóci Sámuelről beszélünk, Nyiregyházi politikus és egyébként Nyiregyházi ügyvéd volt ezekben az években. Hogyan került elő a fotó? A múzeum anyagát rendezve sikerült beazonosítanunk, tehát ismertük már a fotót. Egy kiállításhoz készültünk elő, és a kiállítás rendezése alatt azonosítottuk be az ő arcképét, és akkor jött a gondolat, hogy akkor ide a Városházára kerüljön fel az üres helyére. Draskózi Sámuel a város és az ország történelmének vészterhes időszakában lett polgármester. Portréját egy úgynevezett vizitkártya őrizte meg az utókornak, amely mint egy névjegykártyaként szolgált a maga idejében. A fénykép Debrecenben készült, 1870 körül. Igazából ezt a fotót egy fotóalbumban találtuk meg, amely az 1980-as években került be a múzeum gyűjteményébe, mivel a fotóalbumban szereplő személyeknek a 99%-a azonosítatlan, ezért nem nagyon került gorcső alá. Igen, nehéz a 19. századi fotókon szereplő személyeknek a beazonosítása, tehát hogyha nincs ráírva, akkor, akkor elég nehéz dolgunk van. Igazából a folyiként kutatás, polgármesteri ügyben sajnos nem, viszont az albumban lévő többi személyekről folyik kutatás. Igazából több személyt is sikerült beazonosítani, például Benceur Vilmos akkori képviselőt. A Nyíregyházi Városháza épületében az 1996-ban Felbermon Endre akkori alpolgármester kezdeményezésére állított tablón így egyel kevesebb lett azon képkeretek száma, ahol névhez nem tartozik korabeli portréfotó.